Nem is annyira régen a Buhavi csapata a TMP C2 Masters tavaszi szezonján felállatott a dobogó legfelső fokára, így elnyerve egy spotot a 20. ESL Pro League szezon előkvalián, ezzel végig mehetnek az előzőleg Pera által kitaposott úton, és akár Máltán képviselhetik majd hazánkat, de ettől egyelőre még kettő mérkőzés jó esetben elválasztja őket. Nagyon nagy szeretet üdvözlök minden kedves nézőt az eSport 1 TV élő adásán, Rehabbal most ezeknek a mérkőzéseknek az izgalmait fogjuk elhozni nektek. Szia Rehab, hogy érzed magad? Kérdogi, én is üdvözlök mindenkit, meleg van, írtó meleg van, tehát nem lehet megmaradni már most a szobába, és mi lesz később. Hát reméljük, hogy ugyanilyen forró lesz a hangulat itt ezen a mérkőzésen. Annyit el lehet mondani már, és ezt szerintem azért láttátok itt az utóbbi napokban, hogy egy picivel könnyebb útja van most jelenleg a Buhavinak olyan szempontból, hogy ők az ex-Guild Eagles-zel azonosan kilettek emelve abból a csoportkörből, amiben a csapatoknak hát azért vért és verejtéket kellett izzadnia azért, hogy top 2-ként kiussanak erre a rájátszás szakaszra, és a Buhavi pedig igazából csak hátradőlve várta az ellenfelét, hát amit valljuk be, hogy a lehető legrosszabb lehetőség jött eléjük, mármint az ő szempontjukból a legrosszabb. Az a 3D Max, aki ott volt a tavaszi, vagy a 19. szezonos Pro League-en, és ráadásul nem is meneteltek rosszul, annak ellenére, hogy azért a csoportkörben nagyon nagy meglepetést okoztak azzal, hogy bebiztosították az első kettő meccsük után a kijutást, mégiscsak azt kell mondani, hogy egy Szót, illetve egy Fnaticot vertek el, én szerintem nem a két legerősebb csapat, utána az Astralistok kikaptak 2-0-ra, de ami a legnagyobb érdemük az, hogy a G2 ellen hoztak egy pályát, és azért azt lehet mondani, hogy sikerült megizzasztani azt a G2-t, aki ugye teljesen oké, beúróval érkezett, viszont megnyerték azt összekeverem a Dallas-szal, összefolynak itt már a napok, hónapok. Tehát 3D Max, mit tudunk róluk, nagyon erős francia csapat, írtó feltörekvőek, és hát nagyon nehéz akadály elé nézhet a Buhavi. Igen, meg itt kicsit az előző Pro League-nél maradva ott, hát nem is álltak annyira messze attól egyébként, hogy nem csak hogy mappot elcsípjenek a G2-tól, hanem összességében a 2-0 is egy abszolút reális cél volt, hogyha ott az eredményeket megnézzük mapponként. 10-13-at játszottak ott Nuke-on, aztán Anubison verték meg elég fölényesen a G2-t, ugye ezt említette Rehab is, ott 13-7 lett, és aztán a Decider-on már elvérzett a 3D Max 13-6-ra összességében ott a G2-val szemben, de hát azért abszolút helyt álltak ott. Aztán ugye pont ez a G2 menetel tovább a következő Dallas-i eseményem. Szóval a 3D Max ellen visszatérve itt a jelenbe, nagyon-nagyon fel kell majd kötni a Buhavinak a gatyát, és itt a szídek is pont úgy jöttek ki egyébként, hogy a Guild Eagles, vagy hát az ex-Guild Eagles kapta meg az első szídet, a Buhavi a másodikat, és pont így kapták ugye a mondhatni csoportkörből elsőként tovább jutott 3D Max-et, ők nyerték meg a legtöbb mérkőzést, nem voltak hibátlanok egyébként, ugye itt végig BO1-ek voltak, 5-5 nyertek, 2-t veszítettek, és a következő továbbjutó a csoportkörből a Sinners, az a Sinners, aki éppen előzőleg verte meg egyébként az ex-Guild Eagles-t egy nagyon-nagyon szoros mérkőzésen, szóval egy szó mint száz egyébként nagyon nagyon szoros volt összességében tényleg az a csoportkör, a Szó, a Rashby, de a Monte, Ninepanda, Aurora, ilyen csapatok ott voltak, szóval tényleg itt vért verejtéket kellett izzadni, hogy tovább jusson a 3D Max, illetve a Sinners. Hát a Sinners ugye a következő lépcsőfokot is megugrotta, ott vannak már a döntőben, ahol az elkövetkezendő összecsapásunknak fogják várni a győztesét. Annyit meg el tudunk mondani itt a Buhavi oldaláról, hogy történt ugye felállásbeli változás, ugye amint lezajlott a TP Sports C2 Masters, Coolioval volt egy interjúnk, és ő ugye elmondta, hogy mivel a Navi Juniorban edző, ezért nem fog tudni játszani ezen a pre-qualifieren, úgyhogy kellett egy beugró, aki nem lesz más, mint Memeske majd. Úgyhogy ennyi volt itt a felállásbeli változás, miközben alattunk már meg is jelent a Veto, Mirage, illetve Inferno lett kidobva, elsőre, és akkor jött a 3D Max pickje, Nuke, szerintem azért nem feltétlenül egy meglepő választás a Buhavitól, szerintem egyértelműen mondhatjuk, hogy jöhet a Dust 2, tekintve, hogy nem lett tiltva, és a legkomfortosabb pályájuk az egész TMP alatt, és akkor még kell nekünk egy Decider, Ancient lesz kidobva,
a franciák által, és akkor a Bowie pedig nem szeretne itt vertigózni, úgyhogy Anubis lehet a decider, hogyha nyilván eljutunk majd odáig, és nem sikerül két pálya alatt lezavarni, a Bowie CT oldalt fog választani nyúkon, és szerintem a 3D Max is ugyanezt fogja megtenni Dust 2-n. Így van. De így, hogy látjuk a pályákat, hát nehéz kérdéssel készülök, amit tudom, hogy a nagyon szeretsz. Mélyvízbe, azonnal persze a mélyvízbe. Mit várunk ez alatt a kettő pálya alatt, ugye, vagy három pálya alatt? Azért szerintem, hogyha reálisan nézzük a dolgokat, a 3D Max-ek azért sokkal, de sokkal több esélye van arra, hogy mondjuk 2-0-ázzon. Igen, ezzel abszolút egyetértek, viszont ha visszagondolunk esetleg a Buhavinak a teljesítményéről, specifikusan Dust 2-n még a TMP-ről, akkor beleköphetnek itt esetleg a franciák levesébe, tényleg ott nagyon jól játszottak, hát mondom azt, hogy Coolio-ék Dust 2-n, csak pont ugye Coolio nem fog szerepelni most itt a mai mérkőzésen, ugye volt hát szép angolosan megfogalmazva egy kis conflict of interest. Nem játszhatott igazából ilyen módon, de nagyon sokat hozzátett egyébként kívülről belehallgatva Coolio ott a Buhavi győzelmére. Abszolút. Ott már nem is tudom, hogy adtuk-e közösen meccsüket, de nagyon-nagyon sokszor felhívtam rá a figyelmet, hogy Coolio hangját végig ki lehetett hallani, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen egybe tartotta a csapatot, nagyon sok jó hívása volt. Tényleg ott Coolionál nagyon kijött az évek, vagy a tapasztalat, meg a rutin, így az elmúlt évek karrierje alapján. Így nyilván nehezebb dolguk lesz, bár ugye véletlenül sem Memeskét szeretném degradálni, csak Coolio hiány azért mégiscsak érezhető lesz. Hát maga pedig egy óriási egytappal nyitja meg ezt a mérkőzést kintim. Na és nem igazán érkezik erre a válasz, Szavinak kell figyelni majd itt az alvédelemben, viszont betörnek rá már hátból. Ó, Szavi egyet tud válaszolni, aztán megjön Joko, és még tartja így a 3D Max az ember előnyét. Ezek egy füsthevőrrel, már pedig mind a 3 CT-t innen szeretne ritékelni, át kell jönni ezen a füstön, Joko őt is lefejeli, és Memeskét is lefejeli, és akkor a Camion Fleeve duo ebben a 2v4-es szituációban. Ó, mely előre még nem ment le. Most hogy majd a francia telepíteni ezt, hát és nem tudom, hogy mennyire reális esély van ebben a 2v4-es szituációban. Meg kell várni majd a Heaven Fusion-t, illetve Fleeve próbálkozhat még nyugatból, de itt nagyon-nagyon erős crossfire-ök vannak kiépítve, amiket valahogy meg kell bontani. Nem fogják azért ezt annyira könnyen engedni a franciák, Camion, sikerül betörni, meg van egy frag, másodikat kellene begyújtani, aztán megjön exercise, majd pedig Lucky, le is csukják nagyon könnyedén ezt a kört, meg van tehát a 3D Max-ek a pisztolykörgyőzelem. Hát egyelőre sima, bár nyilván egy pisztolykörgyőzelemben nem szeretnék hosszú távú következtetéseket levonni. Uhavi, ahogy látom, nem fog forszolni, pedig talán nyúk az egyik legjobb pálya ezekre a második körös CT visszaforszolásokra. Révén azért itt lehet kamatoztatni közeli távolságokon a 5-7-öket, az MP9-eket akár, vagy hosszabb távokon, rámpán, vagy akár kintin ugye a deziket is. Mégiscsak most a Buhavi egy Echo mellett teszi le a voksát, a kézi ágyú megjelenik egyébként Xavinál, de mindenki másnál maradnak az alappisztolyok. Jöttek a kinti füstök. És Gravity, hát szeretne menni azon keresztül nyugatba, ezt még tudja büntetni az USP-vel, és már talált magának egy SMG-t, viszont Jokoék elkezdik azért itt tovább építeni majd a rámpa támadást, végig kontaktig, meg a fejelés bodától a sebzés, de Fraget ez nem eredményezett, és itt Flippék tudnak összegruppolni Hell környékén, viszont ki lesz molózva, akár könnyedén tudnak majd végigmenni akár B-rakóra, vannak még jutik bőven a támadóknál, ki lehet mindent is füstölni, és utána vinni majd a bombát, meg így letart még, viszont hoppá, megjött Boda az USP-vel, és dupla koppantotta végül Lucky-t. Full Echo győzelem élet össze még a Buhavinál, hogy három feget be tudnak gyűjteni. Joko ráadásul még mindig lobos 25 HP-val, bomba pedig csak most fog lekerülni, nagyon sok időt hagytak, Camionnál pedig ott van egy Galil. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lehet a Buhavi előtt. Oka, megvan neki nagy nehezen az első, és nincs senki egyből. Ott mögötte Buhavi oldalon, hogy tudna trédelni, 3v3, ez már egyből jobban néz ki a 3D Max-nek, Camion is kiesik. Még egy Galil, Savinál ott van egyelőre, de hát lehet, hogy bedobják a törölközőt ezzel, mert hátrálnak kifele. Ott Xaviék, Fleeve-nél ugye van egy Mac-10-es, amit nem hiszem, hogy nagyon meg szeretne tartani a következő körre, bár igazából itt is, ahogy mondtam, hogy az MP9-eseket, ugye Mac-10-est is lehet majd esetleg ott árakó környékén, ugye hát tetején mondjuk, vagy nyikorgós előtt használni, Xavinál pedig hát az a Galileo szolgálatot tehet majd a következő körre, Fleeve bele is robban a bombába, hát ez a Mac-10 akkor nem lesz kihozva, minden esetre
2-0-es konvertálás megvan a franciáktól. Bár hogy nézzük, ez egy teljesen jó echo volt. Megnézzük a 3D Max-nek a pénzeit. És ott azért nagyon sok embernek kell újra vásárolni, és nem is biztos, hogy ott mindenkinél AK lesz. Kapásból szerintem Lucky és Gravity inkább galilozni fog, hogyha csak ugye AK-ek nem dobnak nekik. Minden esetre azért itt megszakítja a játékunkat egy pauz. Reméljük, hogy komolyabb probléma, és azért nem fog sokáig tartani. A Buavi oldalra egyértelműen érkezni fog majd a vásárlás. Ami megkapta kamiontól a Galilt, irányult egy M4-re. Valószínűleg itt a többiek is ezt fogják tenni, lesz bőven utility. Ami még érdekes lehetne, hogyha Fleev Veszkenon AWP-re nyúlna rá, tekintve, hogy egy nyug CT oldalon tartunk, azért le lehet dominálni ezt a félidőt AWP-vel. De az nyilván nagyon korán kellene kezébe kerülnie. Hogyha több utility-t akarja választani, akkor M4-es megoldás teljesen működőképes lehet. És hát akkor a másik oldalon, Gravity-nél AK, becsúszott egy Mekten, mellett összességében csak egy Galil lesz, többieknél teljes majd a set. És hát akkor úgy néz ki, hogy nem fog annyira gyorsan megoldódni a probléma, mint én azt szerettem volna. Hát infót nem kaptunk sajnos. Minden esetre Lucky-nál ott furcsa nekem az a Mac 10-es vásárlás. Makenál lett volna elég pénz egyébként, hogy dobjon. Na, ott ment egy Reconnect 3D Max oldalon. Lehet, hogy pont Makenak kell egy gyors kiszállnia és visszajönni a partiba. Minden esetre még így visszafordítva az előző gondolatomra a szót, ott Maka megtehette, hogy ahogy dobjon Lucky-nak, hopp, egy gyors reset akkor. Akkor lehet megint csak újra matekozni, nem, Lucky kezébe ugyanúgy jön az a Mekten. Mellette három kala, Exercise-nál pedig az előző körről maradt Galil. Nem rossz, hát igazából lehet, hogy megpróbálnak valami gyors A-popot, még próbálják sakban tartani a Buhavit. Próbálják meglepni valami gyors play-előket minden esetre. Hát Lucky már készít valami gyors smoke-ot, talán ugye Skylight-on keresztül, vagy csak a füst ott maradt a kezében. Nem, abszolút készít valamit, szóval lehet, hogy akkor egy gyors A-popot fogunk rövidesen látni. És jól prediktáltam, Steve már ott is van az AWP-ig, Szabinak kell most figyelni, és a füstfület robbant fa, eddig Szabinak előnyös lehet. Meg is van tehát a nyitó, a 3D Max-nek pedig. Hát nem kell feltétlenül végigvinni ezt a támadást, vannak még bőven utility-k, úgyhogy most vissza tudnánk frizelni egy kicsit, pedig nagyon közel kerültek Gravity-ék itt háthoz. Lee fog letartani majd rámpán, egyenesen az ő cél keresztjébe fognak érkezni a francia játékosok, sőt ráadásul mind a négyen, ha jól látom. Na Fleev, meg is van az első frag, Maka hullik ki, nem érkezik trade egyelőre egy Jokóéktól, a bombát fel kell majd venni. Lehet akár tovább vinni a rámpa támadást, Fleev itt a füstök vagy füst mellett. Még jó pozíciót tud felvenni, ráadásul a meske ott van neki segítségül. Úgyhogy nagyon jobban van védve ez a rámpa, a 3D Max-nek viszont nem igazán maradt út, amerre tudnának menni. Itt ki lett tolva Xavi által ajtó, ami le is lett spotolva, úgyhogy vissza kellett zárni a magyar játékosnak. Most kell a passzív pozíciókat felvenni, Joko szeretne nyitni, meg is sikerül ez neki, Xavi hullik el. Tartja a Buhavitát az ember öngyőzött, az altámadás az mindenképp most meg fog érkezni. Nincs smoke viszont nyugatira a 3D Max oldalától, nem tudják kinti player-t kizárni teljesen, de nem, nincs is rá szükségük, egyáltalán ledroppolnak csatiba. És Fleev itt van viszont már rámpa alján, megvan egy csopós kalpja is, aztán egy hiba. Exercise-ig be tudnak menni side-ra, de ott van már Nemeske, hát inkább csak múlt időben volt Fleev mellett, aki viszont korrigálja az előző hibáját az AWP-vel. Gravity 1v3-ból 1v2, de azonnal jön Bodától a trade. Így egy szépen összerakott kört, jó helyen voltak, jókor a roták a Buhavi oldalától, ők is feliratkoznak az eredményjelző táblára. Kellett rá egyáltalán sokat várni, és mint mondtam, Fleev AWP-je döntő szerepű lehet. Tényleg a másik oldalon meg teljesen szétbomlott most a pénz. Ja, aká, Mekten, három Tech Nine ezek mellett. Egy gyorsabb kört várok a 3D Max részéről. Na, levárnak egy kicsit. Furcsa. Miatt. Furcsa pont ezekkel a fegyverekkel kint itt menni számomra. Szinte lemennek a füstök igazából, és le lehet rohanni igazából, és onnantól kezdve pedig a B rakó.
azért megoldható Tech9-okkal is. Nem jön össze Flynn-nek a lövés, viszont szerintem megvan az információ arra, hogy már itt Secretben tartnak a 3D Max játékosok, ami annak kell figyelni, meg is van egy frag, aztán maga az alkával tud végül válaszolni. Egy egyes trade, az még így mindig a támadóknak kedvez, mert Meskei itt ablakban. Két ember előtte, az a gránát, még akár jó is lehet. Hát két ember csak megcsíp éppen, hogy nem annyira vészes. Meskeinek meg kell oldani valahogy, majd nem egyedül ezt a B-védelmet, Lucky próbálja meg elvágni a rotált. Lehet, hogy két embert is akár elcsípett, nem, Nemeske, majd pedig oda is tudnak egyet-egyet fregelni, Maka viszont válaszol egyel. A Buhavinak a duplája köszönhetően tartja még az ember előnyt. Maka ezt azonnal eliminálni is tudja, majd pedig Joko is beszáll. És akkor itt Freemnek kell egy 1v2-t megoldani, az Freedy megszeret viszont sok terület és fel tudnak menni majd arra. Jól olvassák, Flea előző körben is rampát játszott még. Ebben a körben is elsütötte az AWP-t egyszer, szóval tudják, hogy hol tartózkodott Flea nagyjából, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy hívják ezt a gyors visszarotált chatin keresztül árakóra. Flea nem hiszem, hogy ezt meg fogja próbálni, ugyan van még nagyjából fél perc a bomba robbanásaig, de nincs két, egy AWP-t nincs igazán értelme elpazarolni. Már hátrál kifele CT kezdő irányába. Hát Makaéknál akkor lesz kettő kimentett fegyver. Azért az ekonómiát nézzük, ők is hadilábakon állnak egyelőre vele. Most kijön egy M4, kijön egy Kala az oldalukról, Flea célkeresztjébe pedig nem fognak ilyen módon belesétálni. Ugye nagyjából a 3D Max is megint nullára fogja venni magát, így Joko illetve Maka tudnak dobni majd egy-egy Kalát a csapattársaknak. Hát a Buavinál pedig nehezebb lesz összehozni azt a vásárlást, sőt nem is lesz, ha jól gondolom, semmilyen vásárlás. 2000-ig levesznek, maximum néhány upgrade-elt pisztoly, illetve Flea mentett AWP-je, így fogják várni a következő kört. Kamionnál simán jöhet a Dezi. A meskének is belefért, de igazából ennyi. Amellett én se látok más opciót, megint egy időkérés. Tudni, hogy most ez taktikai vagy technikai. Előbb Makának kellett ugye reconnectelnie. Nem tudom, hogy nála lehet-e probléma esetleg megint. Kattog a chat. Igen, az egy jó jel általában. Akkor redizett is mind a kettő csapat. Ezt most gyorsan megoldották ezt a problémát. No hát, ahogy megelőlegeztük, néhány upgrade-elt pisztoly Odánál, illetve Memeskénél. Kamionnál marad az a 3000. Véletlenül azért tartják egy kicsit magasabb pénzem, hogyha esetleg újra kellene majd venni az AWP-t ugye Flea kezébe, akkor kamion tudná belefektetni azt a 4750 dollárt. Illetve hát kamionnál ott van még egy Zeus, illetve Xavinál is, azzal okozhatnak kellemetlen meglepetéseket majd itt a franciáknak, illetve akár Flea is. Kitolta rámpát agresszíven, élt egyelőre, még nem csinált sem ő, sem egyik csapattársa sem. Viszont most a benti területét a pályának teljesen otthagyják, vagy ignorálják a 3D Max-esek. Négyen kintire fókuszálnak, illetve lobby kijáratát tartja jelen pillanatban Lucky. Ő helyezkedik el, nem olyan lurk pozin, ő mehet majd a kör késő szakaszába, hát a védők hátába. A kintiek pedig elég pörgősen megkezdték a kinti foglalást. Nagyon sok területet tudtak pillanatok alatt ténylegesen elfoglalni. Na meskére fognak érkezni. Egyszer Dezivel várja majd őket. Ó, és a timing nem kedvez neki egyáltalán. Exercise meg tudta lőni. Hát itt bőven egy perc után már a nyitott Flea meg azóta letart lobbiban. Tehát a 3D Max-esek teljes mértékben csak kintin vannak. Kérdés az, hogy hova fog érkezni majd a támadása. És itt CT kezdőn vannak, fel fognak jönni majd Heavenből. És akkor meg lehet indítani egy osztott A támadást. Gravity Weave párharcot majd Bodával, ami Boda megnyer a Dual Berettával. Úgyhogy összességében egy az egyért cseréltek a csapatok. Ez nagyon túl van lassúzva a 3D Max-től. 20 másodperc. És Joko már megvan az arrakó, Lucky el fog hullani. Joko viszont le tud ugrálni Sightra és telepíteni a bombát. Megint ember előnyös ritték lesz a Buavinál, de megint egy ilyen eco körben. Van egy AWP, szerintem azt megpróbálják kimenteni. Kamion elhullik időközben. Nagyon jó a lakító, által így oda tudott egy freget begyűjteni, aztán Maka erre válaszol, kellene a következő franciától, meg is van. A lefejelte őt Boda. Flea-nek ez még mindig majdnem egy hosszatatlan 1v2. Off HP semmit sem ér igazából, hogyha AWP van a kezében. Szerintem ő is biztosabbnak érezném.
meg neki ez a fegyver a következő körben is, úgyhogy ki fog zárni szépen T2-re. A kérdés az, hogy elkapják-e őt valamilyen módon, és azon nagyon közelítenek itt hozzá. Az egy gyönyörű lövés Leaf-től, Exercise pedig a map másik felére rohant, úgyhogy ki lesz hozva CT oldalon az AWP, a kör viszont a 3D Max-é. Nem volt összességében egy rossz kör, igazából Buhavi oldalról, főleg hogyha megnézzük, hogy alig investáltak bármit erre a körre. Ugye néhány upgrade-edett piszta, két Zeus volt, illetve Fleeve mentett VP, amivel ugye sikerült is fregelni, csak miután lebukott, már sejtette a 3D Max, hogy az volt az egyetlen egy nagy fegyver a Buhavi kezében, és jó nagy évből el is kerülték azt a lobbis pozíciót. Nyilván azon a ponton megvolt a Heaven Control, kitették oda a bombát, és nagyon jó crossokat tudtak tartani ott, mint Heavenből, mint pedig nyugati körül. Szépen megkomponált támadás volt, bár ugye viszonylag egy könnyebb fajta, így a többnyire pisztolyokkal szemben. Most ezután a kör után pedig jön egy időkérés a franciáktól, ahogy már te is kiemelted, nagyon-nagyon ellassúzták, és végezetül ott a bombaplant előtt, hogyha még esetleg mondjuk hátból sikerült volna még egy freget összeszedni, akár Fleeve-nek ott az AWP-vel, akár valamelyik csapattársnak a pisztollyal, még ott máshogy is alakulhatott volna ez a kör. Nyilván nem így lett, de a 3D Max azért át szeretné beszélni ezeket a kis hibákat, vagy ezt a túl lassúzást az előző körről. Most viszont a Bobby-tól is jött egy nagy vásárlás így. Jó, oda meg is tudta nyitni ráadásul a kört, elhullik Gravity. A kindi füstök viszont érkeznek a 3D Max-el, úgyhogy le is tudnának menni akár. Exit be, Boda. Lehetné a következő freget is begyűjteni, Maka, lehet a következő kontakt majd. Szerintem ott a francia meglátta az ellenfelét, ez visszafele nem biztos, hogy feltétlen igaz. Joko már lent Exitben, próbálja föltérképezni egyelőre a területet, viszont mindezt ember hátrányból kell megtennie majd a 3D Max-nek. Figyelniük kell, már ugyanez igaz a CT oldalra, hogy Joko talál egy freget, majd itt B-rakó irányába, akkor nagyon könnyedén tudna megindítani a francia csapat egy támadást. Teljesen passzívak viszont a Buhavi játékosai. Oda készíti az ajtófüstöt. Nemes Kelent óra mögött, rá fog érkezni ez a támadás, ugyanis itt van Exercise is ráadásul a bombával. A spottolva végig ablak, és akkor most lehet meg az első kontakt, majd itt Memeskének be is gyűjti a freget Jokóra. Exercise egyelőre nem fog kinyitni ajtón és trédelni. Meg kell várni a társakat, akik írtó messze vannak a pályán még. 40 másodperc az órán. Árakon továbbra is nagyon erős a Buhavi setupja. Erősek rossz, bár ugye kamion nagyon jó timinggal jött ki CT Csati mögül, pont mielőtt érkezett volna az a molotov. Meske megy tovább ablakosba, de elbukja a párharcát Exercise-zal szemben. Néha emberelőny marad a magyaroknál, de Fleeve-től az egy gyönyörű lövés. Lucky map másik pontján talál egyet, talál kettő peget, kettőre alakul a situ. Csak hova bomba? Kiesett ablak elé 10 másodperc az óra, nem biztos, hogy erre lesz ilyen módon idő. Aj, oda elhulik végezetül 6 másodperc. Nem lesz idő erre, nincs Fleeve-nek, csak menekülnie kell, el kell bújni, és megvan ez a kör. Még Lucky ott azért beszeretett volna pékelni, de aztán ő is inkább úgy dönt, hogy ki szeretné hozni ezt a kalát, inkább hát a bomba lekerül ugye 300 extra dollár még a kódot beütő játékosnak, de hát se Lucky-nál, sem Makánál nem lesz semmi pénz így, bár nyilván ők kihozták legalább ezt az egy-egy kalát, többieknél pedig hát 2-3 ezer dollárok, minimális lose bónusz, így hogy Jokon 1004 van, úgy gondolom, hogy rá kell forszolniuk. Mites Exercise egy Dezinél marad végül a scout helyett. Hát van kettő AK ugye, emellett egy Megten és a két Dezi. Hát nem mondom feltétlen egy nagyon erős szednek, itt az AK-kra kell figyelni, nehogy azok be tudjanak enterizni, mert látjuk, hogy milyen tűzerővel rendelkezik jelenleg ez a 3D, meg pontosan erről beszélek, Lucky be is tud nyitni, ráadásul már Meskére. Hogy Boda keresné a trade lehetőségét Gravity-vel szemben, akivel elkerülik egymást, Boda így végig tud menni, de ez nagyon lassú rota lesz így, amivel nekem figyelni a B védelemben, viszont Lucky által ő is elhullik, teljesen üres így viszont a B. Lehet, hogy menteni kell a Buhavi játékosoknak majd, egy MP9, egy M4, egy AWP még játékban, az 3D Max-nek teljesen megvan a B rakó, bomba le is fog kerülni pillanatokon belül. Még egy még azért. Persze, még egy fejkület azért ráfér. Biztos, ami biztos, Joko talált is ugye egy famaszt. Itt ezen a ponton pedig jött a mentőakció. Főleg le kell figyelni nagyon erre az AWP-re. Egy lehetősége lesz. Jó, kidugta a könyökért az
ellenfél az USP-vel sem akadt be a fregája. Nem volt egy szép jelenet sor. Egyikük oldaláról sem. Exercise-nak csak sikerült letúrni a Fleevet. Hát akkor kettő kimentett fegyver. Azt az AWP-t pedig minden bizonnyal ki fogja hozni a 3D Max. Tehát Exercise-nál ugye nincs is nagy fegyver még. Chilo tetején lebukik Boda. Ő is elhagyja inkább a süllyedő hajót, kimenekül T-kezdő fel a csapattárs irányába. Hát most ez megint csak nagyon fájó pont, hogy itt gyakorlatilag gyenge vásárláson a 3D Max, és egyedül Lucky. Gyakorlatilag utility, meg bármiféle support nélkül, amit a csapattársak nyújtottak volna neki. Bement, fregelt kettőt, és azon a ponton már megpecsételte a körnek a sorsát. Ez csak egy extra túrás volt még mondhatni a végén, hogy Fleev kezéből is kicsavarták ezt az AWP-t. És most pont a buhavisok kerülnek egy hasonló helyzetben, bár ugye 1900-as a loose bónusz náluk, így egy Echo mellett döntenek többnyire. Néhány upgrade-elt pisztoly, illetve Savinak a mentett M4-ese. Ezzel lehet próbálkozni most. Amit én megint egy megtan a játékban. Már most itt pont az Echo darára tökéletes lesz neki. A rampa setup, nem lehet ez rossz. Ebben az angle-ben Fleev lesz az első kontakt, és nem feltétlenül biztos, hogy ennyire számítani fognak Savinak a pozíciójára. Ez egy nagyon erős setup lehet, akár viszont a 3D Max egyelőre csak letart. Hagyják a társakat kicsit kintin előrébb nyomulni, remélem, hogy fogja ezt megtenni. Exitbe érkezik a molóra, ráadásul lent is van egy kinti füst, vagy kettő kinti füst. Úgyhogy így a megtenes játékos talán tud egy kis területet szerezni. És hogyha bejut nyugatba ráadásul, akkor nem is rampára fog érkezni majd a támadás. Nem végig lehet vinni egy osztott A-t akár. Na, is pedig a kamionéknak kell nagyon figyelni. A 5-7-ökkel, ugye csak abrigált pisztolyok vannak, Savi. Látom akkor... Hát már megbontotta ezt a rampás setupot. Hát ennek ellenére egy Fleevre fog majd jönni a rampa támadás. Igen, jön a vakító Fleev. Az tetején mögül a sebzés makára, de neki is vissza kell vonulni. Ezzel egy átlag a rámpa, Boda ég. 8 HP-ra le, megint nagyon-nagyon lassú ez a támadás, amit a 3D Max összerakott. 20 másodperce van összerakni itt egy execute-ot. Igen, és akkor most Gravity pedig megvillanhatja nyugatból. Ő fogja megnyerni így a kör gyakorlatilag egy az egyben, közben megjönnek a csapattársak Squeaky-ből. Még itt Boda side mögött, nem kellemetlen meglepetést okozni. Savi, talán 5 másodperc, hogyha sikerült volna esetleg itt a bombát plantoló exercise-t lelőni, akkor meg lehetett volna a kör. Nagyon pengejelen táncolt ezúttal is a 3D Max, de csak-csak vissza tudták ott Xavi-t trédelni. Hát ezután Fleev marad egy nyerhetetlen helyzetben. A Joku pont jön kifele, amilyen kevés AP-ja van neki, és könnyű meg lehet így Fleevnek. Hát tudja végezetül lőni, ellenfelét megvan az az M4-es. Azt nézem, hogy nem nagyon érkeznek egyébként rá a 3D Max játékosai. Exercise kezében AWP, Lucky-nál pedig kalap pénzük lenne, hogyha nagyon szeretnének vadászni, ha nem szeretnék hagyni, hogy itt Fleev kimentse ezt az M4-es, de inkább a biztosabbat választják. Konzervatív megoldást kisprintelni T-kezdő irányába, megvárják még open a pumpa. Ez már a 6-os számot fogja oda tenni a nevük elé. És akkor a Buhavinál pedig az Echo kör után jöhet megint csak egy teljes értékű vásárlás. Nem lesz viszont a AWP Fleevnél, úgyhogy teljesen más lesz így a védelem. Nem tudják azt könnyelműen megtenni, hogy Fleevet ott hagyják egyedül rampán a WP-vel, tudják, hogy megoldja, le tud utálni majd B-re. Amit más setupokat kell majd kidolgozni. Fleevnél Maxi a Makánál ugye még mindig ott van a WP, úgyhogy náluk szerintem ilyen szempontból nagy változtatás nem lesz a T oldalon. Arra kéne figyelni, hogy ne lassúzzák túl a köröket, legalábbis elég csak ezt Echo ellen tették, Gravity meg tudja nyitni a kört. Tehát Boda válaszol, de Joko őt is kifejeli végül. Tehát egy 2-1-es tréd franciák részére. Lehet emberönyben majd tovább vinni a támadást, Veveske fogja kitolni rampát, ezt Lucky tartja le, és be tudja gyűjteni a francia a freget 2v4. Savi és Fleev majdnem megint hozhatatlan szituációban. Létek vannak mindenképpen lépéskényszerben, Fleev próbál meg egy kis területet, illetve információt szerezni egyaránt. Fogja tolni Exitet. Jokóék ezt nem igazán tartják, most fog majd útemben vájdolni Joko. És van a frag ráadásul Fleevre, és akkor Savi. Egy V4-es szituációban. Arra viszik a támadást, akkor talán még egy pár freget begyűjthet. De a körhöz valami írtó nagy csodát kellene tennie. Nem lesz meg neki az első sem. És hogyha meg is lett volna, ott jött volna már mögötte
Kokó mögött kettő csapattárs, akik hozhatták volna a trade potenciált. Minden esetre hát nem Xavi múlott, hát az 1v4-ben már teljesen tehetetlen volt. 7-2-re növeli az előnyét ezzel a 3D Max. A Buhavi oldaláról pedig érkezik az első taktikai időkérés. Hát nő egyre csak az a loose bónusz. 2009 ezen a ponton majd, hogy nem maximális. Nyilván itt CT oldalon így, hogy nincsen mentett fegyver, azért sajnos egy teljes értékű vásárlást ebből nem tudnak megengedni maguknak. Hát megint csak a szokásos paletta. Jöhetnek a kevók, jöhet néhány upgrade-et pisztoly 2000 környékig, és azzal kell ezúttal próbálkozni. Igen, eddig végül is azt lehet mondani a CT oldalról, hogy ezek az ekókörök majdnem szorosabbak lettek. Ha belegondolsz, akkor lehet alakítani itt jó setupokat, a 3D Max-esek azt belerohantak elég sokszor a pisztolyokba. Ez egy jó lehetőség lehet megint, most van egy MP9 bodánál. El kellene valahogy itt építeni, kettes rámpa push. Sőt, igazából egész lobby tolás, Lakinak kell figyelni, több játékos is lett fotolt egyszerre, érkezik fog a moló, már pedig nem lehet tolni, Lakinak így ez bőven elég sok információ. És ezek a 3D Max-esek azonnal indulnak is már végig kint, tényleg egy CT-t el fogják foglalni, és akkor lehet megint egy olyan összetett támadás összehozni akár, mint pár körrel ezelőtt, amikor Heavenből jöttek a franciák, boda. Tétetőn, aki tudja eliminálni az MP9-en, lehet akár fegyvert is upgrade-elni. Valami meg is fogja tenni, tehát van egy AK. De és akkor erről beszéltem itt. Megint egy sokkal gyengébb vásárláson a Bulvi, ugye Half-Bion vannak. De ők szerzik a nyitót, és neki kell itt emberelőnyből védeni tovább. A Heaven Control megvan. Igazából talán a legegyszerűbb lenne innen tovább felépíteni egy átámadás. B-fele jóval kevesebb kontrollja van a 3D Max-nek. Mentük ezzel a fönti rakót lenne evidens befoglalni. Bár nyugatiban itt van pont Boda, az egyetlen egy nagy fegyverrel CT oldalról. De hogyha ő megvan esetlegesen a 3D Max-nek, akkor utána könnyedebb dolguk lenne a többieket lekapcsolni. Na hát ketten jönnek akkor Heavenbe, a franciák még ketten pedig nyugatit próbálják majd megostromolni, és megpróbálják letisztázni Bodát, de Boda megnyeri mind a kettő párharcát. Aztán Mikkel tovább, Heavenre megvan neki a negyedik, meg Boda mehetni az észre, de nem. Végül a Sanesky fogja elvinni az ötödiket előle, nem gondolom, hogy ebből lenne vita kettőjük között. Bodától ez egy gyönyörűen megkomponált kör volt összességében. Figyelj, összejött, amiről beszéltem. Legalábbis nem akarom mondani, hogy én megmondtam, de én megmondtam. Nagyon-nagyon szorosak voltak mindig itt ezek a gyengébb vásárlós körök. Most is megint belerohant a 3D Max. Az összes fegyver pedig meg lehet kaparintva feednél a VP-t mindenkinél, a K-fod a kivételével. Most az M4 lesz. Ez se jó. Ez a set így. Hát és akkor lehet menni itt... Hát nem tudom feltétlenül azt mondani, hogy itt még egy jó fél időre, de hogyha innen még egy 7-5-öt kihoznak, akkor T-oldalon egy pisztolykör győzelem, és akkor már ott tartatnak, hogy akár 7-7. Arra azért azt lehet mondani, hogy nem egy rossz fél idő, viszont akkor egy nagyon jó T-oldalt kellene mutatni. Amiben így, hát kvázi irányító hiányában nem mondom, hogy feltétlenül annyira bízok. Flea viszont meg tudja nyitni ezt a kört, aki hullik el. Kérdés, hogy makáik itt így viszik-e úgy a támadást. Amit kiötöltek, Gravity-nek megint csak előtt hagynak kintin. Xavi fog most nyugatból tartani. Hát a kérdés még mindig az, hogy a franciák mennyire lassúzzák túl a kört. Ugye láttunk két támadás is 20 másodperc alatt. Ezek közül éppen hogy csak működtek ezek a körök. Most nagyon figyelni kell, ugyanis megint emberhátrányban vannak. Én megint egyébként a lassúzást várom tőlük. De nem szabad ezt túltolni. Nemeske lekapcsolja Makát mindeközben, aki próbált onnan létre tetejéről lepíkelni. Dupla emberelőny tartja továbbra is a teljes lobby kontrollt, így a Buhavi. Ketten kézben fogják tartani továbbra egy nyugati bejáratát. Gravity-nek elég nehéz dolga lesz. Nem tudom, hogy szerint talán pont nem látta meg garázsba crossolni ellenfelét. Jönnek, jött is az a füstrobbantás, Jokot ez gyönyörű frag volt így, le tudjuk kapcsolni Bodát az előző kör hősét, illetve nyugatiból kiesik kamion, és pont lemarad arról a trade-ről, ott a csapattárs mellette Xavi. Na hát nagyon gyorsan, egy pillanat leforgás alatt ledolgozta a dupla ember hátrányát a 3D, illetve a Buhavi, aztán Exercise
elhullik végezetül Joko is. Már úgy néz ki, hogy mégiscsak meg lesz a kör a buha, viszont idő sem lesz, és további fregeket sem tud gyűjteni Gravity ezzel együtt. Már 4 hétre szépít ezzel a buhavi, amennyire rosszul indult ez a fél idő összességében, azért így csak vissza-vissza tudnak kapaszkodni. Plusz az előző kör is azért sokat segített az ekonómiájukon, ahol Boda 4K-zott, hibátlanul abszolválták ugye 5 túlélő játékossal. Hát és a fél idő utolsó körében, nem azt mondom, hogy egy gyenge vásárlásba taszítják a 3D Max-et. Ott volt egy McTen, ami helyett lesz inkább egy Tezi, hogy legyen még több utility. Azon kívül egyébként végig kalasnyikovok, tehát tűzerő terén nincs akkora probléma. Utility terén is lehet, hogy pár smoke, pár molotov hiányzik, de abszolút partiban lesz még így. És a 3D Max, bár Savi nyit, flip, folytat füstön keresztül, úgy néz ki, hogy meg lehet az ötödik kör a fél időben így. Megnevíti lehet tudod húzni csatiba, bár nem tudom, hogy ez feltétlen mennyire mondható ez jónak, ugyanis a bomba hiába fog lekerülni. Majdhogy nem neki szinte egy 1v5, ugyanis Access nagyon-nagyon messze van, ráadásul egy Dezivel, úgyhogy sokat talán annyira nem tudna segíteni. Tud viszont pozíciálni, mert meg kell egy spotolta az ellenfelét, arra füst. Lehet majd dobni akár, Gravity, nem a legszebb spray, viszont megvan a frag. Access Assault elkapja a kamion végül, akkor Gravity 1v4-ben. Mert egy single doorból mi esélye nem lesz. Kettő jönnek majd csatiból, ki van robbantva viszont ajtó, de gyönyörű dupla fej! Gravity törnék meg is csökké, ráadásul fölveszi az AVP-t és a füst mellett kell táncigálni, belemegy viszont. A füstbe egy nagyon okos félek, Savi. Lelő egyet a füstbe, és ott van a legvégén. Kamion viszont lelövi a társát, lesz erre idő? Lesz. Lesz. Atya úristen, Gravity. Akármennyire is nem mennek ki a játék, ez egy bődületes megmozdulás volt az utolsó körben. Hú, na ez nagyon-nagyon kemény volt, és ugye minden igaz, akkor van szünetünk csak fél időben. Aztán lehet, hogy nincs. Az előző meccsen volt fél idei szünet, most úgy néz ki, hogy elsőes kollégák azt mondták, hogy nem, tehát hogy nincs. Örögjön. Úgyhogy akkor már bele is vágunk itt pillanatokon belül ebbe. A második pisztolykörbe, ahol is ugye összejött végül a 7-5. De meg így is azt lehet mondani, hogy azért a 3D Max nagyon meg tudta mutatni, hogy miért az ő pályaválasztásuk, és kíváncsi leszek a Bulminak viszont a T oldalára is. Na hát én azért nehéz lesz, főleg ugye a dedikált irányítójuk nélkül játszani a buhavisoknak. Kintin érkeznek, ahogy ezt a 3D Max is tette még a pisztolykörben. Lucky viszont nyit, Maka folytat. És nem jönnek egyelőre a trédek, egyetlen egy frag szívbe támadó oldalról. Xavi és Nemeske páros a életben. Redukálódik ez egészen Xavira egyedül. Még egy fraget el tud vinni magával, de ennyi volt számára a pisztolykörben, meg nagyjából úgy az egész buhavinak. Nem nőn tudtak beleszólni a dolgok történésébe. Szép setupja volt így összességében a 3D Max-nek erre. Ugye itt próbáltak árakó irányába orientálódni egy ilyen split lobby, illetve nyugati között, de már kint is ugye nagy darát intéztek a 3D Max-esek, aztán árakon pedig érkezett a lezárás. 8-5-re növelik ezzel a franciák az előnyüket, a bomba plant közelébe pedig nem igazán jutott el a buhavi, elmarad a 600-as bónusz, ezzel együtt pedig jönni fog egy echo. Tavinál talán jöhet megint egy Dezi. Többet nem szabad viszont investálni ebbe a körbe. Ezt a vásárlás azért meg fogja előzni ismételten. Időkérés, megint technikai. Még sok probléma van. Hopp! Khalil? Író Khalil. Lenne értelme, hogyha többiek mellé vennék. Egy merész vállalás, de még akár működhet is. Talán valamennyire. A 3D Max-ek is voltak olyan könyvei, amikor volt egy vagy kettő AK a pisztolyok mellett, és azért sikerült vele beentrizgetni. Ezek a 3D Max-eseket is azonnal 2M4-re rányúltak, és szerintem hát 2M4 semmiképpen sem, 2MP9 szerintem még fogja követni az ő vásárlásukat. Úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy nem lesz annyira könnyű dolgok Savinak, főleg itt az M4-ek ellen annyira entrizgetni. Galillal ugye, nem is egy AK-val a kezében. De mindenképpen lehet építeni ilyenkor egy híró fegyverre, a glockok bemennek előre. Akkor lehet trédelgetni szépen nagy fegyverrel a társakat. Kérdés az, hogy nyilván ez a kör ez mikor fog lejátszódni. Mert mindig technikai pauzban ülünk.
Reméljük, hogy minél hamarabb. Igen. Nem tudom, nem reconnectelt egyelőre senki, ugye Makának kellett még az első fél időben egyszer. Na, úgy néz ki, hogy leadták a csapatok a ready jelet. Hát ott Xavinál meg úgy unblock ezt a Hero Rifle-t alapból kintin tudnám a legjobban elképzelni. Főleg úgy, hogy kamionnál van még egy Dezi. Ki lehet menni, előre lehet küldeni a Glockos csapattársukat Csalinak, és akkor meg lehet próbálni majd trédelgetni. Egy kamionnál is nagyjából a Dezire az a kinti outside rész a legideálisabb területe ennek a pályának. Vörös elé érkezett is Lucky, hát és szigorúan csak múlt időben kamion ki is osztott neki egy fejest. A szóta a nemeskénő is egyébként egy kézi ágyú, azért relatíve egész sok pénzt belefektetett ebbe a körbe. Így a 3D meg Xavinak megvan a folytatás, elholik Gravity, és kamion azért elég sok sebzés kap Silo tetején. Kell a trade nagyon a franciáktól, Joko végezetül Memeskét tudja lekapcsolni. Kicsit könnyelmű volt ez Memeskétől, úgy gondolom, egyedül áttolni. Smoke-ot adott gyakorlatilag Jokonak egy izolált 1v1-et, trade potenciál nem volt. Ráadásul Memeske nem is volt kevó, szóval egy találatot az MP9-ből már gyakorlatilag a végzetét jelentette. Na viszont itt még azért lehetne alkotni, ott kamion lebukott, átdobja az M4-et, hősies volt. Nála nem volt HP, bár a csapattársaknál meg nincsenek nagyon kevók, egyedül Xavin, ő továbbadja a Galilt akkor Fleevnek. Így lehet folytatni ezt a kört. 3v3-ban azért megvan a 3D Max-nek a fölénye itt a nagy fegyverekkel, a kevókkal. De Joko fejelve lesz, de hát a helmet megóvja az életét, Fleev esik ki az egyenletből, Bode és Xavi párosa marad így három franciával szemben. Hopp. Erről most már csak még lehet mondani, hogy 1v3 Xavinak, Bode hullik ki. Meg lehet megpróbálni itt a maradék 18 másodpercben valamit alkotni, jól a bújás. A franciák nem akarnak Xavinak könnyű fregeket adni. Viszont a magyar játékosok itt a maradék 10 másodpercben ki kell hoznia ezt egy mert, ami abszolút azt lehet mondani, hogy jó. És a többiektől érkezni fog a vállás. Nála ugye nem lenne pénz, úgyhogy még jobban is jár ezzel így. Ez egy M4 nála a következő körben a többieknél jöhetnek az alkák, talán a MSK-nél Galil. Több gránát érdekében. Remax-nél pedig ennek ugyanúgy majd a nagy fegyverek. Lucky nem mondjuk nincs annyira sok pénz, úgyhogy lehet, hogy is megint MP9 lesz. Akkor viszont azért azt lehet mondani, hogy tűzerő tekintetében a Buavi jobban áll. Megadották azért úgy, hogy MP9 és 3M4 kombinációja legyen. Még a másik oldalon ugye akkor 4 alka, 1M4. Viszont nézzek azt a gránát mennyiséget. Ezzel nem tudom, hogy hogy fognak támadni. Maradt összesen egy füst és egy flash, viszont kintén nem tudnak lemenni. Oda hullik ki. Lucky által megvan az ember előnye. Hát és nem lesz sehol válasz. 3D Max legalábbis nem ad semmit, a Buhavi pedig nem igazán tudott területet foglalni sehol. Próbálják rámpát kontaktolni, de az még egyelőre ki van smoke-kal van. A most fédelt el teljesen ez a smoke, Joko próbál shoulder-özgetéssel infót szerezni. Kapja a vakítót, jó a rámpa foglalás, így a Buhavitól Jokot vissza tudják zónázni teljesen. Ne jön sötétbe. Jó range lehet ez az MP9-es, főleg úgy, hogy ki tudnak alakítani egy crossfire-t, ablakos mögött ott van Lucky, aki pont hátra arcot fordít, tart talán a kinti lejövőktől is. Joko headshot angle-ön szedik ki Memeskét, dupla emberölőnyi már a 3D Max oldalán. Exercise, nagyon jó szöget tart, hogyha nem számítanak erre. Na, megvan egy, nem lesz a második, de ott van a második hát player Gravity. Egyel válaszol, Fleev még egyelőre 1v4-ből kovácsol egy 1v3-at, de ez jócskán a veszett fejsze nyelének tűnik. Ott is hagyja egyébként azt az árakót. Kihátrál és próbál rámpa fele orientálódni, de Joko már rotál vissza, Lucky tartja a chati droppot. Heavenbe pedig harmadik csapattárs Maka rotál fel, ez az offengről pedig végzetesnek bizonyul így Fleev számára. A tizedik körét szerzi már ezzel a 3D Max nyúkon, és a bombaplant hiányában megint csak nem lesz teljes vásárlása a Buhavinak. Jönnek a Tech Nine-ok. Ezzel együtt pedig szerintem majd egy órás. Odánál P250, vannak kevlárok, és ki fog győzni. Azért eléggé levásárolta magát, bár vannak még ott a társaknál is füstök. Hát én azért azt gondolom, hogy itt egy gyorsabb hangvételű kört szeretnének összehozni.
Azt mondják, ki tudja. Ennek, ha jól láttam, akkor a kinti füstök, és akkor ezek után fognak megindítani majd egy alpopot. Második szándékkal vannak vakítók még Fleeve-nél, fogja majd ezeket készíteni, és erre kell majd beugrálni itt a játékosoknak. A meske, ő fogja vezetni a sort, Exorcise nem volt jó a flashy, meg tudta nyitni a kört, majd utána meg a második, harmadik, oda tudott beszúrni egy feleget, Exorcise, 4K, és nem lesz belőle. Akazárja a legvégén, 11-5, tehát a 3D Max-nek olvasva volt. Ez az alattámadás is nagyon szépen volt, meg is védve a rakó. 2 körre a pályagyőzelemtől így a 3D Max. Hát a Buhavinak pedig sovány vigasz, de legalább így a fél investálos kör után jöhet egy teljes értékű vásárlás. AWP nem lesz, bár nyug támadó oldalám talán annyira nem is szükséges. Full utility viszont már annál inkább. Jöhet is egyben a kinti püstfal, ahogy látom már Fleeve-ék azt ki is dobták. Gránát dobálózás ára, akkor elég sok molotov kimegy így mind a kettő oldalról kapásból a kör elején. Robbantják azt a füstöt először, aztán másodjára is tudják. Nem még oda, egyelőre elveszik HP-jának felét. Aztán jön további három csapat, ez a Jokotól. Kiváló volt ez a spray control. Nagyon jó helyen túrta azt a füstöt. És kamion épp annyival le volt maradva, hogy ott vörös mögött kellett maradnia, elmúlt a füstfal, viszont így lett jó, Lucky-t le tudjuk kapcsolni. És mindemellett, aztán végezetül kamion is lecsúszik Secretbe. Hárman vannak már ott a támadók, Memeske pedig ellépi, szóval tudja 3D Max, hogy itt van egy lobby játékos, egy lurker a Buhavi oldalról, és innentől kezdve azért érdemes lesz majd rámpár is vissza-vissza kacsingatni a franciáknak. De lehet, hogy majd így visszahívják a bulit. Buhavisok egy A-execute-ra abszolút lesz még lehetőségük felcsúszni Csatiból, illetve úgy lenne ideális, hogyha Memeske meg tudná szerezni ott a Heaven Control-t, ugye a rámpa lörkkel. Egyelőre eladja a poziát, azon, hogy kidob egy smoke-ot oda, és úgy néz ki, hogy B-re fog menni az ending. Jokornak megvan Fleeve, kiváló a vakítók, Savi tud trédelni, 3v3-ban megvan így a B-rakó, és lehet tenni a bombát. Na viszont nézd meg, a franciák jönnek majd erre a ritékre, vannak bőven még granátok, viszont egy AWP lassítani fogja őket, illetve hát kamionnak nagyon-nagyon jó a pozíciója. Mégse? De, utána édelni próbálnak, oj, nagyon jó a sebzés, de nem hullik ki ember. Szerintem itt arra próbáltak megépíteni, hogyha nédekkel találnak egy freget, akkor megpróbálják a 2v2-t, ugyanis Maka nagyon messze már az AWP-vel, mindenképpen a mentésére akar fókuszálni. Így viszont, hogy hol ott el senki. Vissza kell zárnia a maradék játékosoknak is a 3D Max Gravity talál még egy freget itt Memeskére. Csak a kamion is. Tavi, hogy ki fogják hozni az alkákat a következő körre. Vasárlás lesz mindenképpen a Buhavi oldaláról. Hát ott... Kettő Galiannak kéne jönnie, viszont Xaviék tudnak dobni, ha úgy van. Ezt meg is teszik. Meske és Fleeve kapnak egy-egy alkát. Akkor itt teljes a set. Akármint pedig gránát ügyileg, a CT-nek pedig nem kell félni a pénz szempontjából. Talán majd ezután a kör után akkor azért lekerülnének egy ekóra. Nyilván, hogyha nem lennének kimentett fegyverek. De most náluk is van egy kimentett alká. Az AWP mellett M4-ek. Helyes eszek, tehát majdnem azt lehet volna mindkét oldalon. Szóval próbálj kontaktolni itt Smithyből árakót. Jön egy smoke. Akkor ez a kontakt egyelőre elmarad, a kinti füstfal még nem jött ki. Oda slisszant be pörös mögé, Maka viszont egyből le is kapcsolja ellenfelét az AWP-vel. Hát kellett volna ez a kinti füstfal, így viszont nagyon nehéz dolga lesz a Buhavinak, különösen ember hátrányból. Illetve úgy, hogy a crossed secretbe le tudja tartani az AWP-vel Maka. Nem igazán tud így mit csinálni a Buhavi, eléggé meg van kötve a kezük ebben a szituációban. Bár három füstjük még van, szóval más nem legalább, ugye a pressure miatt, csak annak a lehetősége miatt, hogy valaki lecsusszanjon Secretbe, amiatt megérhették kidobni a füstfalat. Inkább kontaktolni próbálnak árakóra, hiszem, hogy ez így nagyon sikerülni fog, nem ám Savis Memeske is kiesik. Kamion, illetve Fleeve páros a életben, és itt ha nyugatiba megy kamion, még lehet, hogy lesz esélye, megvan neki az első párharc. Nem mert kintin tovább menni, nyilván tudja, hogy valahol ott tolálkodik még mindig Maka. A nagy zölddel, a mesterlövész puskával vissza is vonal inkább a csapattárs mellé. Ám de alig több mint fél perc az órán, így is dupla ember hátrányban a magyarok. Nem tudom, hogy ebből hogyan lehet körgyőzelmet kovácsolni. Ahogy ők is érzik, inkább kihozzák a fegyvereket a következő körre.
tekintve, hogy nincs pénz. Nyilván ugye a következő körben vásárolni kell mindent. Csak a csövön kifér, de... rossz lesz a set, legalább ez a kettő alkám maradjon bent a következő körre. És én mondtam, a 3D Max-nek pedig pénzügyileg egyáltalán nem kell aggódnia. Joko majd maka fog dobni egyet majd Lucky-nak. Valvi oldalról pedig Memeske tud venni alkát, és... hát... a végeknál Galil. Szinte kötelezően. Ez lesz a set itt a potenciális utolsó körre. Ugye az 3D Max pályaválasztásán. Ezek után még mindenképp képernyőre fog kerülni egy nyúk, csak mindegy, mi történik ezen. Az Anubis majd kérdéses lesz. Dust 2, akarod mondani? Mit mondtam? Nyúkot. Ó, igen, Dust 2. Végül is képernyőre kerül nyúk, csak... hát, figyelj, nem mondtam hazugságot, csak hülyeséget. Na, komolyra fordítva a szót viszont. Hát most ebbe a... elég szedetvetett vásárlásba kapaszkodhat még a Buhavi Bodánál. Megtel, nulla utility-vel. Többiek sincsenek megáldva, úgy utility terén, illetve Xavinak is egy Galil jutott a Kalasnyikov helyett. Na hát Boda repül előre azzal a Mac-10-essel, meg is van a rámpa kontroll, elég könnyen adta át ezt a lenti rámpa védő. Joko lerotált, inkább biztosra ment. Jó szöget tart, nem számítanak erre a Buhavisok, akkor könnyen gyárthat innen Joko ingyen fregeket, de egyelőre még nem mennek le a támadók. Így egyelőre, hogy megvan a rampa control, behúzzák a kéziféket, és újra is kell tervezni. Az a nagy probléma, hogy nincs nagyon execute-ra gránát, szóval igazából a contact play játszik. Ekkor berepül a Mac-10-essel. Egyet egyért trade, ez így egész jó a támadóknak összességében. Illetve egy smoke van még egyébként nyugatira, ezt ki lehetne smoke-olni. Lucky kiesik heavenből. Makának van viszont válasz a kintiről, későn érkezik az a füsti. Jó a dupla pék viszont gravity-re. Joko, illetve Maka párosa marad életben. Joko még itt hát környékén ólálkodik, megvan neki könnyedén az első a lopát és a Savira. És megvan Jokónak a második is, no. Így Maka aktiválódhat heavenből, nem mert jön egészen eddig Memeske 1v2-ben, de őt pedig Maka fogja hátba lőni. Ez Joko gyakorlatilag egykezőleg megoldotta Makának, már csak le kellett aratni a babérokat hátba. Így a 3D Max 13-6-ra elviszi nyúkot, a saját pályaválasztásukat. Figyelj, Joko úgy érkezett meg tulajdonképpen, hogy ő most farmolni jött ide, tehát elképesztő volt egyszerűen az egész meccs, vagy az egész pálya alatt. Úgyhogy még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz dolga lesz majd a Buhavinak. Ugye most lesz egy, hát látjátok jobb alul egy bő negyed órás szünet, még mielőtt elkanyarodnánk Dust 2-re. Azért abba talán jobban lehet bízni, mint ebben a nyúkban. Nagyon jól játszott rajta a Buhavi Tipmix Pro C2 Masters alatt. Az egyetlen probléma, hogy Dogi közben lehúzta a függönyt, mert túl sok volt a fény, gondolom. Tehát az egyetlen... de most pici per miért kell ezt? Az egyetlen probléma az lehet, hogy ugye potenciálisan irányító nélkül játszanak, ezáltal a T oldaluk annyira nem erőteljesnek, szerintem nyúkon tök jól kijött, míg ugye azért Kuljon nagyon sokat hozzá tudott tenni az egész verseny alatt a csapat játékához, úgyhogy így fog majd elkanyarodni, egy bő 13 perc múlva érkezünk vissza, nem mással, mint Dust 2-vel.